Jó estét kívánok! Könnyed délutáni szórakozást nem fogok tudni ígérni ezen a tavaszt idéző péntek délutánon. Még a csengeri örökösnő egyébként kalandos történetével sem foglalkozunk ma, mert hogy az élet keményebb témákat dobott, de azt ígérhetem, hogy tájékozottabbak lehetnek a műsor végére. Bemutatom a társaságot, kik jöttek el ma délután. Itt van Vadai Ágnes, a DK alelnöke. Jó estét kívánok! Mellettem Kukorelli Endre, író, költő, műfordító, gondolkodó, szervusz Bandi, és Mesterházi Attila, szocialista politikus, a párt korábbi elnöke. Jó estét mindenkinek! Gyorsan elmondom a nap kérdését. Nem ezzel kezdünk, mindjárt majd a képviselő hölgy és úr zsebében fogok kotorászni, de azért gondolják végig, hogy mit válaszolnának arra, hogyha majd a műsor későbbi részében eljutunk ide a nap kérdésére, ami a következő volt. A miniszterelnök szerint durvul a járvány, ön ennek ellenére elképzelhetőnek tartaná egyes korlátozások feloldását. Igen, észszerű keretek között ezt. Elfogadhatónak tartom, 61% mondja ezt, 39 pedig úgy véli, hogy nem, inkább szigorítani kellene. Tehát még mindig majdnem kétharmad az enyhítés párti. Beszélünk majd erről is. De előtte arról, hogy tavaly óta nincs olyan parlamenti képviselő, aki 1 millió forintnál kevesebbet keresne. Ennek ellenére idén ismét emelkedik a parlamenti képviselők jövedelme. Ez egy betervezett emelés. Nagyjából úgy a minimálbérnyi összeggel. Na, erről beszélgetünk ma elsőként. Bocsánat, beszélgetünk róla, mert hogy a nap száma, igen. Bocsánat, tehát 1.211.000 forintra emelkedik. Ez gyakorlatilag, hát ez így bután hangzik, de ez a képviselői minimálbér, tehát hogyha bizottsági tagság vagy valamilyen egyéb feladat jár mellé, akkor még ez ennek a többszöröse is lehet. A DK egyáltalán nem szavazta meg, tehát az teljes frakció... Hát akár, Bandi, megszavaztad volna a képviselőknek? Tessék, akkor kezdjük ezzel. Szóval ugye, amikor képviselő voltam 2,5 évig, akkor nem volt egy rossz érzés, őszintén szóval, hogy érdekes, hogy a hónap utolsó napján jött a számlámra az a 420.000 forint, amitől mindig dobtam egy hátast, mert az így se addig, se azóta ennyi pénzt nem kevés versét fizetnek ilyen honoráriumot. Igen. Úgyhogy ez egy sajátságos dolog volt, de aztán az ember kicsit körülnéz, hogy mi a helyzet mondjuk Európában, és akkor azt látja, hogy szinte mindenhol magasabb a képviselői fizetések, mint Magyarországon. Tehát én ezt tulajdonképpen egyáltalán nem gondolom ilyen tragikusnak. Tehát az, hogyha normálisan megvan a fizetve a képviselők, ezt teljesen korrektnek tartom, és kár irigykedni. Tehát mindig bekapcsol ilyenkor az irigységfaktor, úgy veszem észre, és hát mondjuk ez egy emberi dolog természetesen, uh-huh. hogy irigykedünk arra, aki esetleg többet keres, de ez nem egy horribilis pénz szerintem, és hát az, hogy aztán ki mit kezd ezzel a pénzzel, tehát például mennyi jótékonykodik, vagy mennyit ad, nem tudom, különböző ilyen társadalmi célokra, az szerintem mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, és én gondolom, és reménykedem, hogy minden jókereső ember, nem csak a képviselők, hanem minden normális jókereső ember, mert megvannak azok a forrásai, azok a helyei, ahová adakozik, és ahová pénzeket átad. Hálás vagyok neked, hogy végül is így kezdtük, mert ugye itt van az adófizetők egy részét képviselő Kukorelli Bandi, aki azt mondja, hogy őt nem zavarja, hogy 1 millió fölötti képviselő fizetések vannak, de sem Vadai Ágnes, sem Mesterházi Attila nem szavazta meg a saját fizetésének az emelését. Miért nem? Ugye, ahogy elhangzott, nem csak én, hanem a Demokratikus Koalíció frakciója sem szavazta meg, mert mi úgy gondoltuk, hogy egyrészt nem ez a legégetőbb kérdés, amit rendezni kell, tehát, hogy már akkor is, amikor erről döntés született, voltak más szektorok, ahol a közszféra például az egészségügyi dolgozók fizetése, most ez nagyon aktuális, főleg, hogy ebben azért óriási vita alakult ki, amit rendezni kellett volna. Másrészt ez az automatizmus, ami ebben szerepel, az szerintünk alapvetően problémás, hiszen automatizmus van benne. Hát mert hogy a minimálbérhez van kötve. A bruttó nemzetgazdasági átlaghoz kötődik. Annyi változott, hogy most már nem hó végén utalják, hanem hó elején az új szabályoknak megfelelően. Ez borzasztóan nehéz. Tehát mindenkinek a saját fizetése kapcsán borzasztóan nehéz
pro és kontra bármit is mondani, hiszen érintettek vagyunk. Mi ezt nem szavaztuk meg, és természetesen, ahogy Kukorelli Endre is mondta, és ahogy én tudom, a szocialista párt is, még jó párt, több frakció is úgy jár el, ebből természetesen jótékonysági célokra ajánlunk föl nem keveset. Mi ezt nem csupán egyénileg, hanem mi ezt közösségileg csináljuk, és nem szoktunk erről beszélni. Tehát a jótékonykodásnak szerintem az a egyik legjobb vonása, hogyha az ember nem beszél róla. A szocialista frakció nem volt egységes, tehát Mesterházy Attila nem elszavazott, de voltak, akik igennel. Ez nem volt téma akkor, hogy ki milyen lelkiismeret alapján szavaz igennel, vagy már nem nagyon emlékszem rá pontosan, hogy ez hogyan alakult ennek a frakción belüli vitája. Én nem szavaztam meg tulajdonképpen, ez tény és való, úgyhogy engedje meg, hogy csak saját magamról beszélek, mert emlékszem, hogy mások milyen más logikát követtek. Nem voltam ezzel egyedül, tehát voltak mások is, akik hasonlóan tettek. Én is azt gondoltam akkor is, most is azt gondolom, hogy nem ez volt a legfontosabb lépés. Szerintem nekünk enélkül is jó volt már a fizetésünk itt a magyar átlaghoz hasonlítva. És valóban persze mi is egyébként egy szolidaritási alapba fizetjük be az összes MSZP-s képviselő a fizetést. Mi a teljes fizetés növekményünket, tehát az ilyen emelést azt egy alapba fizetjük be, és aztán ez úgy hívják, hogy szolidaritási alap, és akkor ebből ilyen közösségi formában, vagy az ÁG is mondja, különböző jótékonysági célokat finanszírozunk. Ugye azt mondják, hogy egy országban a korrupció kockázatát csökkenti az, hogyha megfizetik a politikusaikat. Szerintem ez Magyarországon nem nagyon jött be, de ér ezzel vitatkozni. Szerintem a korrupció kockázatát az csökkenti, hogyha becsületes, tisztességes politikusok vannak a parlamentben, és mondjuk a vagyonnyilatkozatuk az megfelel a valóságnak. Tehát a fizetések azok nyilvánosak, hát hiszen most beszélünk róla. Ezzel szemben például a vagyonnyilatkozatok kapcsán úgy a képviselők egy részénél, hát ugye kormánypárti képviselőknél tapasztaltuk azt, hogy a lakások négyzetméter az hétről hétre növekedett, de a kormánytagoknál is találtak éppen az újságírók olyan ingatlanokat, amelyek nem szerepeltek benne. Tehát egy dolog a fizetés, az legalább nyilvános és átlátható. De a vagyonosodás tekintetében van itt egy alapvető probléma, a kettő láthatóan sok esetben nem kompatibilis. Igen, hát épp a napokban volt egy ilyen, nem emlékszem, lehetne 700%-a nőtt a képviselők vagyona. Ezt nem tudom értelmezni. Ugye mit jelent a vagyon, az hogy lehet forintosítani, hogy van egy lakásod, akkor hogy a fenébe tudod pontosan megmondani, hogy mennyibe kerül. Ez nagyon bonyolult kérdés, és ez nem értek, de mindesetre az van, hogy 700%-a nő a átlagban a vagyonosodás, ez egy kicsit elképeszt engem. De még... ráadásul önbevallás, tehát ez nem úgy van, hogy oda megy egy ingatlan értékbeslő és felbesli, amit beírok, és ennek alapján kijött a 700%. Szóval én tényleg váltig azt mondom, hogy minden embernek a lelkére van, a lelkiismeretére van bízva, hogy ha úgy érzi, hogy mondjuk aránytalanul jobban áll, főleg ilyen mostani körülmények között, de hát mindig mostani körülmények vannak, akkor tessék tényleg jótékonykodni. Én csinálok egy ilyen hajléktalansági alapítvány már 5 éve, és például van egy hölgy, egy néni, egy nyugdíjas néni, aki minden hónapban a nyugdíj növekményét befizeti. Tehát amennyi a nyugdíj növekménye, azt a 2824 forintot, azt minden hónapban befizeti. Most én ettől, amikor ezt először megláttam, komolyan, hát így majdnem elsírtam magam. Ez annyira mellbevágó, úgyhogy én szeretném, hogy mindenki vágja mellbe a másikat egy ilyen akcióval. Tessék tényleg valamit csinálni annak érdekében, hogy ez az elképesztő különbség a gazdagok és a szegények között, ami Magyarországon nagyon brutálisan jellemző, hogy ez egy kicsit legalább próbáljuk meg kicsit ezt a rólót így becsukni, vagy becsukni. Nekem csak egy, önt mondtál, nekem is tapasztalatom volt, teljesen más logikám, például amikor én sportért felelős államtitkár voltam, akkor ingyen ilyen VIP-jegyet, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, átlagfizetésű vagy szegény ember sose kért, az mindenki megvette, ugye csak a gazdagok kértek mindig ilyen jegyet, akik meg tudták volna venni a legdrágábbat is. Tehát én azt látom, hogy sokszor minél
kisebb majdnem valakinek a jövedelme, annál inkább hajlandó ilyen célokra áldozni. Legtöbb vizet az úszómedencés villág tulajdonosai lopják. Ezt a vízbüvet például. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon ebben azért van egy kicsit kulturális lemaradás, és egy pillanatra a korrupció témához szerintem ez egy kulturális kérdés is. Tehát Magyarországon, ahogy említette, azért ez nem úgy van, hogy minél magasabb a fizetés, akkor a tisztesség is egyszerre nő az emberekben, most kicsit ebben a logikát használva. Ez szokott lenni az indok, hogy ne várjunk el tisztességet alulfizetett képviselőktől. Ez szerintem, igen, de ugyanezt mondhatjuk a pedagógusról. Ne várjunk el orvostól, hogy visszautasítja a hálapénzt, hogyha gombokért dolgozik. Emeljük meg a fizetést, és akkor majd lesz abban a helyzetben, hogy nem kell. Én azt szoktam mindig mondani, hogy mindenki tudja, amikor egy szakmát elvállal, ott milyen fizetések, milyen körülmények vannak. Tehát lehet mást is csinálni, ha ilyen helyzetbe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy a vagyonnyilatkozat az, én szerintem ezt nem szűri ki, ezt a kérdést. Én túlzónak érzem ezt a 700%-os növekményt, mert hogy a csodába számolták itt. Tehát van egy lakás a nevemen, én sem tudom, hogy mennyit ér jelen pillanatban, még el nem akarom adni, ugye? Tehát, hogy szóval én egy picit ezt egy kicsit ilyen kattintásvadász dolognak tartom. Biztos, hogy nőtt hiszen ha beírja valaki, hogy mennyi lett a pénzügyi megtakarítás, akkor abból lehet valamit számolni, de szerintem ingatlan árakkal nem hiszek. De az tény és való, hogy ha van egy átláthatóbb helyzet, ha a lebukás veszélye például nagyobb, akkor egészen biztosan kevesebben próbálkoznak bűncselekményt elkövetni. Tehát én azt gondolom, hogy valahol Magyarországon ennek van egy kulturális vagy szociokulturális háttere is ennek a korrupciós tematikának, tehát nem feltétlenül csak azzal van összefüggésben, hogy kinek mennyi a fizetése. Mindenesetre, hogyha valaki elkezd jótékonykodni, akkor ez egy ilyen drogszerű hatás, komolyan mondom. Tehát, hogy az egész lelkedet átjárja az, hogy te valami jót csináltál másoknak, és hogyha erre valaki rákattan, akkor szerintem jobb lesz az élete. Tehát mindenkinek csak mondom, hogy mindenkinek van egy forint fölöslege. Ez olyan ember nincs, akinek a Koldusnak is. Ismerjük a Morrisnak ezt a híres novelláját, hogy itt a Koldus annak, akitől koldul. Szóval ezt valami módon, ennek a kultúráját, ahogy te mondtad, ezt egyszerűen terjeszteni kellene, illetve hát olyan helyzetet kéne kialakítani, hogy ez ennek a kultúrája minél jobban megjelenjen. Ez annyira így van, emlékszem, valamikor tanultam, vagy endorfin, vagy szerotonin szabadul fel a szervezetbe, tehát hogy hormonálisan érezzük, amikor kémiai folyamatok. Jót teszünk a másikkal. Témát váltunk, azzal folytatjuk, hogy a miniszterelnök fokozott készültséget rendelt el a magyar kórházakban, már is mutatjuk, hogy miért. A helyzet valóban drámaian romlik. Orbán Viktor az állami rádióban mondta el, hogy emelt szintű készültséget rendelt el a kórházakban, vagyis újra át kell nézni azokat a listákat, amelyek alapján át szokták vezényelni az ápolókat és orvosokat. Több mint két hónapja voltak utoljára ilyen rosszak a járványadatok, és szakértők szerint további romlás várható, amiért elsősorban a brit vírus variáns felelős. A fertőzések száma a következő két hétben inkább drasztikusan, sem mint enyhén, tehát jelentős mértékben nőni fog. A kérdés megint az, hogy a magyar egészségügy teherbíró képessége, orvosaink, ápolónőink, odaadása, helytállása, az eszközeink elégséges volt-e, mind együtt képessé tesz bennünket a védekezésre, vagy sem. A kormányfő szerint a következő napok döntik el, hogy kell-e újabb intézkedéseket bevezetni. A határoknál viszont mindenképpen szigorítani kell. Orbán Viktor idézetekkel szórakoztatnám most önöket. A helyzet valóban drámaian romlik, ismét azokat a számokat kell nézni, hogy hány üres ágy van a kórházakban, mert abban egyetértenek az orvosok, hogy a következő két hétben a fertőzöttek száma nőni fog. A kérdés az, hogy orvosaink, az ápolók, a felszerelése képessé tesznek-e minket a védekezésre. Ezt mondta ma. Szeptember 14-e, állik felfegyverkezve várjuk a vírus második hullámát. Szeptember 17, aki elkapja a betegséget, meg is fogjuk gyógyítani. Szóval önök szerint mi történt? Hova lett a megnyugtató magabiztosság? Hát szerintem jött a vírus, és akkor tarolt. Tehát én nem is értettem, hogy a felvezetésben éppen az Áginak mondta, hogy nem tudom, hogy honnét tudjuk, hogy a brit mutáns a felelős ezért, hiszen a mai adatokban éppen azt sorolták föl, hogy hány mutációs páciens van, tehát hány olyan embert találtak, ahol ez a... És hát az nem 5000, hanem jóval kevesebb. Tehát én azt gondolom, hogy miközben... Én korábban is mindig azt mondtam a parlamentben, bocsánat, amikor ez szóba került, hogy nem kell a nyitásról olyan nagyon sokat beszélgetni, mert még nem vagyunk a végén ennek a kérdéskörnek. Sokkal inkább azon kellene gondolkodni, hogy
ezt a helyzetet, ami most van, ezt a szigort hogyan lehet megőrizni, és lám pár nappal később, vagy egy héttel később a miniszterelnök is kénytelen arról beszélni. Szerintem nevetséges, hogy megy a nyitásról szóló konzultáció, és közben arról beszél a miniszterelnök, hogy hogyan kell esetleg még szigorítani a szabályokon, mint hogy azt se tudjuk megmondani, hogy március 15-ig kell-e csak ezeket az intézkedéseket életben tartani. De amikor egy miniszterelnök azt ígéri egy országnak, hogy aki beteg lesz, azt meg fogjuk gyógyítani, azért azt szerintem az ember komolyan veszi. Szóval, hogy olyat ígért, amit nem mondjuk, tud betartani. Mondjuk azt, mondja azt, hogy aki megbetegszik, az meg fog halni. Szóval természetesen nyilván egy miniszterelnöknek kell nyomni egyfajta ilyen úgynevezett kincstári optimizmus. Én ezt nem tartom rossznak, vagy kritizálandónak. És hogyha egy miniszterelnök egyszerűen tényszerű, tehát azt mondja már akkor is, hogy nagyon lehet, nehéz hónapok előtt állunk. Szerintem mi négyen, és még itt ezen kívül 10 millió ember nem ért hozzá. Szerintem még a szakemberek se értek rendesen hozzá, mert ez egy olyan dolog, ez a vírus, hogy szerintem ez teljesen kiszámíthatatlan. Tehát itt arról van szó, hogy egyszerűen csak kvázi mindent meg kell természetesen tenni. És annak érdekében, azt mondom neked, Bandi, irodalmár. Retorika az egy másik dolog. Hát az a te asztalod. Igen. Ugye a miniszterelnök következetes, mert ő mondott olyat is, azzal vette át a kormányzás 2010-ben, hogy ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem amit csinálok. Ilyen szempontból akkor rendben van, nem kellett volna odafigyelni. Szerintem egészen drámai a helyzet, és nem csak azért, amért a vírus helyzet kialakult, és hogy milyen számok vannak, hanem hogy itt van egy ember, aki a miniszterelnök, akinek az a dolga, hogy egy ilyen, ha már tart egy ilyen propaganda interjút rendszeresen, akkor reggelente, péntek reggelente, akkor a tényszerű adatokat mondjon. És ehhez képest hetek óta annyi, hát nem tudok más mondani, ostobaságot hordott össze. Szembe jött vele a valóság, és kiderült, hogy tényleg nem tud kormányozni. Tehát most itt van ez a vírus helyzet, ami egy nagyon valós ellenfél, vagy ellenség, ami ellen lehetne hadakozni. És először azt mondja, hogy mindenkit megmentünk, készen vagyunk, minden a legjobb, minden a legszebb, aztán valóban, ahogy Attila mondta, elindítja a konzultációt a nyitásról, tehát az embereknek ad egy ilyen lelki löketet, hogy emberek, akkor most végre vége lehet ennek a bezártságnak, és ma reggel már arról beszél, hogy hát lehetséges, hogy kell a szigorítás. Csak mondom, óvodák zárnak be, iskolák zárnak be, tényleg nagyon magas a fertőzöttek száma, a miniszterelnök az elejétől fogva nagyon racionálisan, és nem a közénkutatások alapján kormányozta volna ezt az országot, és intézte volna a vírusügyet, akkor ma nem lennének ekkora problémái. Én ma de képviselőasszony, akkor a szlovák miniszterelnök is közéleményi kutatások alapján kormányoz, a cseh és az osztrák kancellár éppen, is. Éppen a mostani híradóban láttam, hogy a cseh az egész járványhelyzet. Katasztrofális, és összeomlott. De félértés, senki nem azt mondja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz felelős a járványért, de annak a kezelés módjáért, és a kommunikációt. Most mondok egy példát. Ugye emlékszünk, hogy megjelent a brit mutáns. Ugye most erről beszél, hogy ez okozta itt a problémát. A brit miniszterelnök bejelenti a teljes zárás Nagy-Britanniában. Mikor engedi be a magyar miniszterelnök a brit repülőgépeket Budapestre? Mikor? Az ország területére? Aznap. Igen, amikor. Azt mondja ma a miniszterelnök, hogy akkor korlátozni fogjuk az utazást, mert hát itt a dél-afrikai variáns, ez okoz gondot. Hol vannak magyar sportolók jelen pillanatban edzőtáborban? Dél-Afrikában. És nem hermetikusan lezárva egy hotelba, hanem szabadon. Táboroznak. És akkor állott a magyar állampolgár, aki egyébként soha életében nem fordult meg se Dél-Afrikába, se Londonba, és nem érti, hogy most mi van. Közben látja az emelkedő számokat, ez se érti. Sokszor, ugye, erről már beszéltünk itt a stúdióban, nem egyszer, hogy a statisztikai adatok nem minden esetben feleltek meg a valóságnak. A vakcina mennyiségekről senki nem tud semmit. Tehát én azt gondolom, hogy nem kellene annyit hazudni, a reggeli interjúkba sem, hanem tényleg nagyon szikáran, szilárdan beszélni a tényekről. Tartunk egy néhány perces reklámszünetet, de ezzel a témával folytatjuk mindjárt. Folytatódik a műsor a mai asztaltársaság tagjai, Vadai Ágnes, Kukorelli Endre és Mesterházi Attila. És a következő témánk az tulajdonképpen ugyanaz, mint amivel a reklámszünet előtt búcsúztunk. A járvány és a vírus, az afrikai mutáns okozza a bajt, ezt tartottam a hangsúlyosnak kiemelni a miniszterelnök, és az országos tisztifőorvos is. Így megyünk tovább.
Európán kívüli, akár üzleti célú utazásokat is radikálisan korlátozni kell, mert be fogják hurcolni nekünk ide az újabb gyorsan fertőző mutánsokat. Az operatív törzs tájékoztatóján az országos tiszti főorvos is azt hangsúlyozta, hogy a fertőzöttek száma exponenciálisan nő, ami elsősorban az itthon is jelenlévő vírusmutánsoknak köszönhető. A brit variáns 418 főnél, a cseh mutást pedig 9-nél mutatták ki. Müller Cecília kijelentette, az antitestekkel szemben legellenállóbb variáns is megjelent az országban. Sajnos a tegnapi napon egy dél-afrikai vírusmutáns sikerült kimutatnunk. Landos Gabriella úgy véli, az utazások korlátozása mellett be kéne zárni a kaszinókat, végső esetben pedig a plázákat is. A vírus variánsok miatt aggódik a PDS is, ezért nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz, hogy zárja be a még nyitva lévő közoktatási intézményeket, az általános iskolákat és az óvodákat. Jó hír viszont, hogy a tervek szerint felgyorsul az immunizálás, így a következő 2 hétben több ember kaphatja meg a vakcinát, mint eddig összesen. Már több mint 500 000 embert oltottak be, 240 000-en pedig a második adagot is megkapták. Mutánsok. Ugye a virológusok azok mondják, hogy tulajdonképpen az, hogy egy vírus mutálódik, az a vírusnak a természetéből fakad. Tehát ahogy csökken az élettere, mert egyre többen védettek ellene, úgy mutálódik. Kell ez meglepetést okozzon bárkinek, hogy jönnek a mutánsok? Végúta tudjuk, hogy nem. Tehát nem, semmiféleképpen. De talán ezért érdemes elmondani most is innét is, hogy minél többen oltassák be magukat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert ebben az egész helyzetből másképpen nem tudunk kikecmeregni. Tehát látszik, hogy mindenki már várná nyitást, aztán történik valami, nem hogy nyitás lesz, hanem szigorítás. Én teljesen megértem a pedagógusokat, nem is értem, hogy miért nem veszik elő a tanárokat, vagy veszik előrébb a tanárokat ebbe az oltási tervben. Van egy csomó idősebb tanár, gyerekekkel találkoznak, tehát sokkal nagyobb a fertőzés veszély. Abban egy picit nekem, mint szülőként, meg látva, mert mi is részesei vagyunk az online oktatásnak, nekünk gimnazisták már gyerekeink, tehát sokkal könnyebb a helyzet, de azért aki általános iskolás gyereke van, annál azért az online oktatás bizony okoz sokszor a családba gondot, még akkor is, hogy jól meg van szervezve. Tehát éppen ezért a másik oldaláról kellene jobban bebiztosítani a tanárokat, hogy legyenek védettek a vírussal szemben. Tehát őket már rég be kellett volna oltani együtt a, mondjuk az egészségügyi meg szociális dolgozókkal, hogy kapjanak valami nagyobb védelmet egészen biztosan. Kicsit, hogyha megenged, vitatkozom, tehát én egyet nem értek, hogy az iskolákat miért nem zárták be, már régen. Ugyanis arról van szó, hogy a gyerekek, hogyha meg is kapják, nekik nincsenek tüneteik, legalábbis jóval kisebb mértékben, és hazahozzák, és a szülők meg megkapják. Éppen a múltkor, amikor voltam itt, akkor taxival mentem haza, és a taxisofőr elmesélte az ő esetét, hogy a kislányuk óvodából hazament, semmi tünet, és mind a ketten megkapták a gyerektől. Na most pillanat. Tehát annyi, hogy oké, ez borzalmas lehet mondjuk egy szülőnek ezt megoldani, hogy úgy mondjam, ezt a dolgot, hogy a fenében lehet ezt az online. Ez a válasz a kérdésedre, Bandi, de hát hogy a két gyerekekre nem lehet otthon hagyni egyedül. Akkor nem tudom, akkor ezt meg kell oldani. Tehát akkor a szülők kiesnek a munkából, és akkor leáll a gazdaság. Akkor az egyik szülő kapjon fizetéses, nem fizetés nélkül, nem fizetéses szabadságot. Ezt bírja ki a költségvetés. Erre mondják, hogy ha csak kettő, úgy nem. Kettő, hogy úgy tudom, hogy a gyerekek is olyan módon, a tanárok, akik az online oktatnak, olyan módon túltolják a tananyagot, és olyan módon ráterhelik még, pluszban ráterhelnek a gyerekekkel csomó mindent, ezt kéne levenni. Tehát szerintem most egy kicsit ilyen vakációszerűvé kéne tenni ezt az otthonlétet a gyerekeknek, meg kéne neki mondani, hogy olvassanak, és kész. Nem kéne őket állandóan tömni őrületes tananyagokkal, meg minden, és a szülőket pedig valami módon érdekeltét kéne tenni abba, hogy maradjon, legalább az egyik maradjon otthon is dolgozva. Oké, nem akarom megoldani ezt a nagyon vitatkozom vele. Egyikünk zsebébe sincs a bölcsekköve. Nagyon vitatkozom vele, tehát a Csepelen, azt tudom, mert az unoköcsém és az unokom is abban az óvodában járnak, most bezárták ezt az óvodát. Tehát én szívesen mondom a 6 éves unoköcsémnek, aki óvodás, meg a 4 éves unokahúgomnak, hogy olvasson, de nem tud olvasni, tehát a szülőknek nyilván most otthon kell maradni, mert ugye most csak az iskoláról beszélünk, de sajnos az óvodában is megjelent az óvónők és a dadusok között a vírus, ezért
komplett óvodai csoportokat, sőt, óvodákat zárnak be. Szerintem néhány dolgot tisztázunk. Egy, semmelyik társadalom nincs arra felkészülve, hogy a teljes család 0-24-ben együtt legyen. Ezt mondjuk már ki. Tehát ez most már látszik, főleg ilyen hosszú távon. Tehát az, hogy annak az életnek az egy normális rendje, hogy mindenki kiki a saját közegében van, és az elmúlt fél évben ez nem tudott megvalósulni. Pont a digitális oktatás miatt, pont a különböző szabadságok miatt. Tehát ez egy nagyon fontos megállapítás. Ezért van az, hogy látszott a diagramon, hogy már nagyon sokan, hát már nyitnának, meg már szeretnék, hogy menjünk, mert egyszerűen ez már lelkileg nagyon sok embernek, és nem a gyerekek miatt, általában megterhelő. Kettő. Én nagyon támogatnám, és mi nagyon sok olyan javaslatot beadtunk ellenzéki képviselők, a DK is, amik azt mondta, hogy valamilyen úton, módon próbálják megoldani az egyik szülő esetében, vagy általában a fizetések pótlása, vagy valami normatív támogatása a magyar állampolgároknak, mert azt tudom mondani, hogy magyar kormány nagyon világos válasza volt. Tehát Mészáros Lőrincnek igen, másoknak nem. Tehát óvoda volt az igazságügyminisztérium és a miniszterelnökségnek tavasszal, emlékeztetni szeretnék, hogy az ott dolgozó gyerekeinek megszervezte a MEH az óvodát, de másoknak nem. Tehát volt olyan szülő, aki egész nyáron nem tudott elmenni pihenni, mert ki kellett venni a fizetés nélkül szabadságát. Tehát én azt gondolom, hogy ebben én egyetértek azzal, amit Attila mondta, hogy a tanárokat egyébként már valószínűleg hamarabb el kellett volna kezdeni, szóval az összes olyan egészségügyi, szociális dolgozó, pedagógusok, óvónők, dadusok, közszférában dolgozók, azokat előre kellett volna venni és oltani, annak érdekében, kereskedelemben dolgozók, postások, mondok én, annak... Kezdjük felsorolni az egész társadalmat. De azokkal, tehát most bocsánat, azt tudom mondani, én értem, hogy a politikai döntéshozók nagyon fontos emberek, félreértés ne essék. Szerintem náluk egy picikét fontosabb az, hogy egyébként egy tanár védett legyen, mert sajnos egyébként a járvány idő alatt nagyon sok pedagógus meghalt, hiszen a pedagógus társadalom öregedik, erről beszélt a PDS is. 54 év a pedagógus. 54 év az átlag életkor, ez brutális. Ez brutális. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy annyi 30 éves tanár van, mint ahány 70 éves. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy a kormánynak, hozzáteszem, az oltási tervet, azt a legelején világosan meg kellett volna mutatni a magyar társadalomnak, hogy ez van. Szeptemberben kezdődik az iskola, vagy akkor kezdjük később az iskolát, csak legyenek legalább félig meddig beoltva a pedagógusok. De az, hogy elkezdték ők ezt tesztelni, és azóta sem hallunk erről a tesztelési programról, csak kiderül, hogy betegek, és ezért bezárnak iskolákat, ez egész egyszerűen nem megy. Azt meg, Bandi, azt tudom neked mondani, hogy haza lehet küldeni a szülőket, ne értsd félre, de fizetés nélkül éhen fognak halni az emberek, és a magyar kormány semmilyen... Én nem azt mondtam. Én azt értem, csak a magyar kormány nem ad, de a magyar kormány erre nem ad pénzt. Tehát az emberek rá vannak arra kényszerülve, hogy bizony akár a kijárási korlátozás előtt elinduljanak, és utána érjenek haza. Szóval ott tartunk, hogy értjük, meg sok minden jó lenne, csak éppen nem látjuk a magyar kormányon ezt. Vagy ezt a svéd modellt csináljuk, hogy mindenki azt sem, amit akar, és akkor essenek át rajta az emberek. Vagy pedig akkor pont az iskolát, amelyik szerintem egy ilyen fertőző góc, meg a kaszinó egyébként. Az tényleg, igen, be kellett volna zárni. Tényleg nevetségesek ezek a dolgok. Hogy, de hát ezeket én nem értem. Szerintem ezek a fertőző gócok, és itt kéne valahogy át finoman megoldani a dolgokat. Igazából én azt látom, tudod, hogy a jól kezelni egészségügyi szempontból ezt a veszélyhelyzetet, meg gazdasági válsághelyzetből egyszerre szerintem nem lehet. És a kormány most a második hullámnál a gazdaságra helyezte a hangsúlyt. Az elsőnél még az egészség volt az elsődleges, a másodiknál én úgy látom, hogy sokkal inkább attól félnek, hogy a gazdasági összeomlás az befolyásolhatja az ő választási eredményeiket vagy sikerüket a következő választás, mert azért közel van a választás ilyen szempontból. És én azt azért, hogy mondjam, tehát, hogy a gyereket megtanítani online módon írni, én szerintem az kihívásokkal teli finoman fogalmazva. Nyilván bizalmi kérdés is, és közben Svábi András kollégám fényképét látjuk, aki tegnap ugye azt írta, hogy bevállalta a kínai vakcinát. Hát nyilván ehhez az is kell, hogy az emberek elhiggyék azt, hogy ami Magyarországon forgalomba kerülhet, az mind jó, és...
Részben van hasznos, van ezért, részben nem lehet semmi. De van ennél azért egy második rész is, ez is egy nagyon fontos kérdés. De kettő az az. Ez már Bayer Zsolt, csak hogyha valaki összekeverte volna az András. Nem tudom, hogy muszáj-e nézni, hogy még az ATV-n is, de hogy a másik probléma az az, hogy persze egyrészt, hogy ki miben hisz, hogy melyik vakcina az, ami számára elfogadható, szerintem ez egy fontos kérdés. De van egy másik is, hogy azért mondom, nincs ebből a helyzetből más kimenet, mint hogyha minél több ember beoltatja magát, de az sem mindegy, hogy aztán az oltás az mire jogosítja őt föl, hiszen beszélgettünk a szünetből, hogy lesz majd egy európai oltási igazolvány is. Ugye Lengyelország már bejelentette, hogy az orosz meg a kínai vakcinát nem ismeri el úgy, mint a nyugat-európai vagy amerikai vakcinákat. Tehát magyarul azért lehet, hogy aki a kínai vagy az orosz vakcinát kapja meg, azért, mert nem kérik esetleg ezeknek a vakcináknak az európai hatóság általi ellenőrzését. Lehet, hogy nem lesz meg az a feljogosító rendszere, jogi háttere, mint az összes többinek. Tehát én azért mondom, hogy ebben azért óvatosabban kell eljárni, vagy jobban át kell gondolni, hogy ki mit adatna be. Én azt nem értem, egyébként lehet, hogy ti biztos, hogy jóval tájékozottabbak vagytok, hogy ezt a kínait vagy az orosz vakcinát, ezt miért nem vizsgáltatja be az Európai Unió, illetve miért nem jutották be, bevizsgálták. A demokratikus koalíció, ahogy az MSZP is, és ahogy az ellenzéki pártok is, mi oltáspárti közösségünk, ezt szeretném hangsúlyozni. De mi mindig világossá tettük, hogy mi azt a javaslatot tesszük, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott és elfogadott vakcinával kerüljön, oltson a kormány. És nem is gondoltam, de tegnap, amikor valóban a Szijjártót megkérdezték egyébként arról, hogy mi a véleménye arról, hogy a lengyel kormány azt mondja, hogy a lengyel és kínai vakcina esetében beutazáskor 14 nap karantén van, ott állt a külügyminiszter, akinek mindig mindenre van válasza, de erre az volt a válasz, hogy mi nem firtatjuk és vitatjuk más országok karantén szabályozását. Ez nagyon szép mondat, nagyon szép politikusi mondat, csak nem válasz arra a kérdésre, amit egyébként sokakat foglalkoztat, hogy mi van akkor, hogyha ez nem egyedi eset lesz. Mit csinálunk? A kérdésre, de pedig a válasz nagyon egyszerű. Annak ellenére, hogy például az oroszok azt bejelentették, talán már egy hónappal ezelőtt, hogy beadták a papírjaikat az Európai Gyógyszerügynökséghez, és egyébként pont tegnap lehetett olvasni, hogy a németek nagyon szeretnék, hogy az orosz vakcinát azt lehessen forgalomba hozni Európába, mind a mai napig nem adták be, pedig ígérték, a kínaiak meg se próbálkoztak vele. Szóval ez rejtélyes számol, hiszen nekik is érdekük lenne, nem, hogy eladják ezeket a vakcinákat. Máshol is el tudják majd adni, és ezért. Én nem tudom, én csak azt tudom mondani, hogy kellene olyan, ha van valami, amiről tényleg érdemes lenni információs kampányt indítani, az, hogy az országban lévő különböző vakcinák kinek jók, és kinek nem. Tehát azért itt nagyon sokféle információ van, az embereknek fogalmuk sincsen, arról meg már ne beszéljünk, hogy szerencsétlen háziorvosok, hát egyszer olyan szinten vannak leterhelve, hogy én csodálkozom egyáltalán, hogyan bírják. Nekik kell az adminisztrációt csinálni, telefonálgatni, az oltást megszervezni, és még egyébként ezen kívül a betegeket ellátni. De nem csak a háziorvosok, ugye ez lett volna a negyedik téma, de csak átcsúszhatunk bele egész röviden, egy percünk maradt. Kincses Gyula, az orvoskamara elnöke azt mondja, hogy egy csomó kollégáját megzsarolják azzal, hogyha nem írja alá ezt a bizonyos belépési nyilatkozatot, akkor egyszerűen munkanélkül marad Magyarországon, mert nem csak a mostani állását veszíti el, de máshol sem lesz munkája. Egy járvány közepén. Tehát, hogy nekem ez annyira észszerűtlennek tűnik, tehát amikor zuhan egy repülő, akkor nem szokták megzsarolni a pilótát. És nem tudom, tudja, hogy Kincses Zsula azt is nyilatkozta, hogy sikerült valami haladékot elérniük, mert nem péntekig, hanem hétfő reggelig kell nekik aláírni. Tehát ahelyett, hogy azt mondaná ilyenkor a kormány, hogy van egy reform irány, ami lehet, hogy még jó irány is adott esetben, de most ezt függesszük átírta föl, az élet. Mert most átírta az élet, hogy mondja, és mondjuk június 30-áig hosszabbítsuk meg a határidőt, szerintem ez egy teljesen racionális dolog volna. Nem, hanem, mint hogyha nem vennék észre, hogy az élet mit hoz, milyen problémákat az utunkban. Egyetlen egy mondatot szeretnék, ez nem csak az orvosok esetében probléma, az egészségügyi szakdolgozókról kevesebb szó esik. Remélem, hogy két napon belül megérkezik a kérdésemre a válasz Káslertől, hogy velük mi lesz. Ugyanez a helyzet. Mert ugyanez a probléma, és nélkülük se lehet ezt a dolgot, ezt az egész járványt, meg az egészségügyet kezelni. Mondtam, hogy nem lesz könnyű játszótéri fogócska ez a péntek kora este. Sajnos. Köszönöm a beszélgetést Vadai Ágnesnek, Kukorelli Endrének és Mesterházi Attilának. Önöknek meg a figyelmet, most híradó, és aztán egyenes beszéd, Krug Emília számít a figyelmükre.
Legyen kellemes a hétvégéjük, viszontlátásra!